kellene cserélnem, mert most zöld, de egy... milliamper, a 120, 30 és egy kicsike.
és itt egy picit kilógunk, mert ugye habcs volt az utolsó vonal. Jó? És akkor megint esetleg, ha van vonal, az, akkor lehet ellenőrizni, hogy mennyire esnek a pontok egyenesre. Hát azért jó közelítéssel rá lehet mondani, hogy a kapott vonal az nagyjából egy poligonból induló egyenes vonal. Sikerült, ugye? Jó. Ugye most már ugye értelmezik az a szám, ami rám van nyomtatva erre a kis dobozkára. Ha megnézzük, az a szám az mennyi? 47. Nyilván arra utal, hogy a megfelelő hányados értékek is, vagyis az ellenás értékek is 47. Tehát valószínűleg ez az a ráírva a ellenásra, amennyi az ellenás értéke. Jó, melyikhez tartozik meredeket görbe? Melyik ellenáson mentek nagyobb áramok ugyan a feszültségek? Ugye az első esetben folyt nagyobb áram, és az volt a 33 ohm, tehát minél nagyobb az ellenás, annál kisebb áramok folynak, meg a második esetben nagyobb az ellenás 47 ohm, és abban az esetben ez kisebb, ugye a görbemerőssége. Elnézést. Tehát ugye az áramerősség egy fordított arányosság, míg a feszültség ellenásnál egy egyenes arányosságot használunk, ugye éppen ez egy Q per I és nem I per U. Az a bizonyos definíció. Jó, két dolog maradt hátra, megválaszolni itt három kérdést, illetve még egy dologra kitérnénk, hogy ugye azt mondtuk, hogy ez a rendelkezésre egy univerzális feszültség árammérő eszköz, sőt, ugye ha megnézzük ugye azt a kör alakú kis mutatót, egészség, akkor láthatják, hogy nem csak feszültség áramerősség, hanem még ellenást is tud mérni, tehát ez már egy olyan kombinált eszköz, ami hatásból az ellenás értéket is tudja mérni, és összesen nem kell hozzá csak két szemvezeték. Legyen szíves mindenki a zsinórokat mindenhonnan kihúzgálni, és két zsinór kéne kézbe venni. A tápegységet egy finampert felejtjük, és igazából csak a képzik a tápegységet és magával a berendezésünket. Na, a tápegységet nem, hanem a mérőeszközt és a ellenállás darabot használnánk két szemvezetékkel. A berendezésünket tovább kell fordítani a gombját a következő álláspontba. Mint látjuk, ezen a tartományon, tehát kb. 10 órától délig, ez a tartomány, ahol az ellenállás értéket fogja mérni a berendezésünk. Előre azt várjuk, hogy ugye körülbelül milyen értéket fogunk mérni. Hát olyan 30-40 voltos omegás értékeket, tehát ohm értékeket, vagyis a berendezésünknek napsütt melyik mérés határa? 200, ugye a legkisebb, ami létezik. Be is lehet kapcsolni. A zsinórokat hová kell kapcsolni, az egyiket biztosan kell a feketére, a másikat pedig melyik írosra? A jobb alsó, ide van írva, hogy omega, vagyis ohm értékeket. Tehát a jobb alsó és a fekete. Hogy melyiket hova, azt mindenki eldönteti. Ide vedünk két zsinort, a másik két végét pedig az ellenállás két kivetésével. Ügyesen jó. Tehát ide vedünk a két zsinort, egyiket másikat, a feketébe és a piros alsóba, a másik végét pedig az ellenállás két csatlakozásában csatlakoztassuk. Jó? És ha bekapcsoljuk a berendezést, akkor kapásból milyen értéket olvasunk le? Hát a 47-hez közel, én 46,7, ott 33-a, mert ugye a másik ellenást vettük, tehát ami rá van írva a berendezésre, az az érték a kapásból ki is kérje. Jó, itt is működik? Jó. Na. És akkor gyorsan térjük már az utolsó kérdéssorra, még ennyi lenne az előző kis papírkából. Gyorsan választjuk már meg azokat a válaszokat, amiket itt találunk. Ugye nagyon egyszerűleg lényegében már megbeszéltük mindegyiket. Nagyon feszültségek kapcsolva a vezetőre, hogyan változik a vezetőn az áramerősség nagysága? Növekszik. Ennyi. Szóval végül is. Tehát nagyobb feszültségnél nagyobb áramerősség. Mégpedig azt is megbeszéltük, hogy pontosan hogyan változik. Egyenesen arányosan. Tehát ha kétszer akkor a feszültség, kétszer akkor áram. Jó, mit nevezünk a vezető ellenállásának? Az a bizonyos R betűt hogyan vezettük be? A feszültségnek és az áramerősségnek a hányadosát. Jó, ennyi. Feszültségnek, tehát az ellenállásra kapcsolt feszültség, és ahogy az új áramerősségnek ugye a hányadosa. Röviden a feszültség és az áramerősség a hányadosát. Sorrend fontos, ugye? Mit mivel osztunk? Ugye megbeszéltük az arányokat. Tehát a feszültség és az áramerősség a hányadosát.
Hát mi az ott törvénye? Igen, valamelyik ők fogalmazza meg, melyik ők szeretné, hallgatjuk. Két fogyasztónk van, ugyanarra a feszültség kapcsoljuk. Az egyiken 0,6 amper, a másikon 0,8 amper folyik. Melyiknek nagyobb az ellenállása? Melyiknek nagyobb az ellenállása, amelyiknek az áramerősség kisebb vagy. Így van, válaszunk, tehát melyik? Az első vagy a második? Az elsőnek így van, tehát amiként kisebb áram folyik, a 0,6, az lesz a nagyobb ellenállás, ugye ezt most beszéltük meg. Jó. Hát akkor ez a kis lapocska, ez ennyi lett volna. A következő mérés az lényegesen rövidebb lesz, viszont ezt is még gyorsan kiosztanám, legyen gyorsan minden négyzetből magához. Ez a kettes számú viseli. Itt is van egy hátrafelé. Hát ez még maradt, de jó, elvileg. Én is gyorsan várjanék itt a falon. Ezzel a mutogatóst hova tettem? Oda nem kézzel működik, hanem ezzel a bütyükkel, ezzel állandóan keresgélni kell. És akkor itt leszünk kettes. Jó, hát az elején ugye van ez a nyitóoldal, szóvaljuk gyorsan át. És akkor a következő lenne a kérdés, hogy megállapítottuk, mi az egy ellenállás. A következőkben pedig arról beszélnénk, hogy mitől függ az ellenállás. Hát az ellenállás, aminek van, egy fémhuzalnak. Ez a fémhuzalnak többféle jellemzőjét ismerjük. Milyen van egy huzalnak? Egy acélhuzalnak. Van keresztmetszete, van hossza, és van anya minősége. Mitől, hogyan függ az ellenállás? Ez hát, hogy kapásból tudják, szerintem fogják tudni. Elég a baszlet után, igen. Így van, tehát minél hosszabb a nálam az ellenállás, így van, minél vékonyabb, annál nehezebben tudunk ott az elektronokkal haladni. És az olyan minőségtől meg, hát ugye függ, hát általában mi igaz, mely fémek vezetnek jól. Jellemzően táblázatból lehet megnézni az értékeket, hogy melyik fém mennyire jó vezető. Általában, hát például a vezetéket a falvőre készítjük, általában jellemzően manapság. Alumínium volt régebben, most már azt inkább cseréljük le, és itt a részvezetéket használunk. Még jobb lenne állalom, hogyha ezüstből vagy aranyból készítenénk, tehát egy kicsit drága lenne, lehet, hogy drága lenne maga a tárca, ha a vezeték a falba, úgyhogy így is ellopják a részvezetéket, de akkor még jobban lennének erre a falvajok. Tehát valószínűleg nem kifletődő, de azért mondanék egy helyet, ahol használnak aranyból vezetékeket. Nem tudom, tanulták esetleg, egy más tantárból. Ez a tantárgya számítás technika, és a processzoroknak a kivezetése egy akarjuk az egész körben. És ugye azok a fizikis vezetékeknek nagyon fontos, hogy ne legyen melegítjenek, mindig kisebb a lenállásuk, és a processzor mindig ügyesebben felesorok várnak a vezeték, ezért ott karakszállatot készítik a vezetékeket. Nem olyan sok kell abból, megéri, ez nem pici helyek, amikor elektrotechnikában alkalmaznak a vezetékeket is. Na, hát a következőkben, hát mindegyikre nem lesz időm, de az egyiket mindenképpen előznénk, mégpedig azt, hogy a vezetéknek hogyan függ az ellenállása a hosszától. Ezt vizsgálnám meg. Ehhez lenne egy ilyen kis panelő, amelyen ilyen fulakok vannak, és a fulakokban egy cicakvonalban föl van fűzve egy hosszú rózszál. Annyit kérnék mindenkitől, hogy van itt egy rózszál néhány hely, ami meg van égve. Ennek az oka, hogy a hivatalos mérőeszköz az azt mondták, hogy 3 volt feszültségű műtetessük a berendezést, de ha körülbelül 10 másodpercig bekapcsolva marad a berendezés, szép ég a vezeték. Úgyhogy majd arról a végére mindig
tudjuk be a mérésnél, akkor ugye az érvényes nincs. Amúgy nem gond, mert összesen 5 mérési pontot tudok fölvenni, ott föl is rajzoltam. A lényeg a mérésnek az lesz, hogy egy adott feszültséget kapcsolunk be, mégpedig a lehetőségesre feszültséget, tehát innentől kezdve, akár most is ellenőrzünk, hogy a tápegység másfél volt a legyen jó. A fekete gomb legyen lecsavartak másfél volt egységre. Innentől kezdve végig így legyen, ahhoz nem kell nyúlnunk. A berendezést rá fogjuk kapcsolni erre a cikcak vonalú hosszú vezetékre. Ide mindig csatlakozunk, és ehhez képest, ha ide csatlakoztatjuk a csatlakozót, akkor milyen vezeték lesz? Ugye egyszeres hosszúságú vezeték, lemérjük, hogy mekkora áramerősség folyik a vezetéken, ebből mit tudunk kiszámolni? Feszültség, áramerősség, hányos a ellenállás. Utána ezt a vezetéket kihúzzuk, és átjövjük el a csatlakozóba, akkor már hány vezeték szakaszok bekapcsolva? Egy, kettő, mert kétszer hosszabb vezeték, várhatóan mekkora áramerősséget kell mérnünk? Olyan kétszer esély. Kétszer jön ellenállás, tehát fel akkora lesz az áramerősség. A háromszoros, a három és akkor el tud menni ötig, azt hiszem öt osztokos sorra lesz a táblázatunknak. Hát nyilván szépen végig haladva, ha az utolsó szakaszt éppen nem kell bekapcsolnunk, tehát mindenki úgy fordítsa már ezt a lakosságot, hogyha esetleg van ilyen megégett szál, akkor az ne legyen már a mérésben, ne essen bele, jó? Tehát a szép azonos színű rózszál legyen becsatlakoztatva. Mondanám a csatlakoztatás módját. Ebben az esetben, ja, a zsinórokat húzunk ki, ügyesen. Tanárbőség, ez nézi ezt a szokat, és én meg tudok hozzá segíteni. Úgy kéne mérő berendezéseket kapcsolni, hogy itt elég nagy áramerősségek fognak haladni, mint ahogy mondtam, úgyhogy itt nem lesz elég sajnos a 200 mA-es mérés határ, mindenki legyen szíves a 10 A-es mérés határ kiválasztani. Jó? Ez körülbelül úgy 10 óránál van. Oda fordítjuk és csatlakozunk, és ebben az esetben hova kell csatlakoznunk, melyik kivezetési pont, az a feketéhez mindenképp, illetve a alatta lévő 10 amperes feliratkozó csatlakozóhoz. Tehát most fogjuk használni a bal oldali piros csatlakozót. Jó, zsinórokból összesen kell nekünk egy pár darab. Indulnánk, jó? Egy első zsinort vegyük a kézbe, csatlakozunk a piros kivezetéshez. A piros kivezetés rögtön rá tudjuk csatlakoztatni a 10 amperes kivezetéshez, szintén piros színű. Jó? A következő zsinort tudjuk bele a fekete kivezetésével a három mérőknek, a középsőbe, és csatlakozzunk mondjuk ehhez az alsó sarokhoz, ideni. Jó? Ehhez a pontokhoz. A harmadik vezetékünket pedig, a harmadik hosszú vezetéken, csatlakozzunk ide, és innen menjünk vissza a tár áramforrásunk kék kivezetéséhez. Jó? Tehát így legyen meg az áram kör. Jó, és akkor a szép vezeték az azt a mindenki. Jó? Állami forrásunk, rizsáltunk, jó? Ne kapcsoljuk be, még egyszer mondom, csak arra az időre kapcsoljuk be az áramforrás, amíg a mérést végezzük, mert elég nagy áramerősség folyik, és tönkre teszi a vezetéket. Jó? A feszültségmérő, vagy árammérő berendezést viszont be lehet kapcsolni, nullát kell, hogy mutasson, hiszen ugye nem folyik áram, mert most nulla a tápegység feszültség. Pillanatra még itt megnagyítanám, és ugye itt nem nagyon kell mérnünk feszültséget, még egyszer itt azt ajánlják, hogy három, de nem, mindenki még egyszer örülsz, hogy másfél volt legyen kapcsolva, jó? És innentől kezdve mindig másfél voltra számolunk. Jó? Ezt az oszlopot nem kell használnunk, mert még így is nem milliamper egységben mérünk, hanem amper egységben. Jó, egyszeres hoz most be van iktatva, és akkor azt kérném önöktől, hogy egy rövid időre, amíg leolvassuk az áramértéket, bekapcsoljuk a tápfeszültséget, zöld van, és a 0,3 körül, ha kapnak, az tökéletes. Annyi? Igen. Jó, kapcsoljuk is ki, csak addig legyen bekapcsolva, amíg a feszültséget leolvassuk, vagy áramerősséget leolvassuk, és itt szerencsére nem kell átváltanunk, na, maradtam a sárga szín, attól még látszik. Jó, most kérném azt, hogy ezt a csatlakozóból kihúzzuk a zsinort, innen. Ezt amit van itt, tehát a közés onnan jön, mert meg is az állam. Tehát ezt a csatlakozót kihúzzuk, és átjúgjuk ide. Jó, ez még nem nekünk szó előjelző, nyugodtan nekünk. Tehát ezt a zsinort átjúgjuk ide. Így összesen már egy, kettő vezeték fogszak bekapcsolva. Jó, gyors mérés. Megint bekapcsoljuk, leolvassuk, kikapcsoljuk. Elvileg felfognám kéne lenni, de mennyi? 0,15, ezt így jól is csinálja a dolgot. Jó, 0,15 amper. Jó, innentől most már ügyesen meg, kihúzzuk azt a kettes számú csatlakozót,
és áldozik van háromszoros szakaszhoz. Tehát úgy, ahogy az előtt tettünk, csak most négy évre tovább lépünk. A zsinór mentén, fixek vonalba, és 0, mennyi lett? 10. Kicsit sok, de jó lesz. 10. 0,1? Jó. De nem 10. Jó, akkor most mind negyedik szakasz jön. Még egyen lépünk odébb a vezeték hosszon. És akkor most mennyit olvasunk be? 0,08. 800. Nagyon jó. Jó, és utolsó mérés jön, az ötödik szakasz, és akkor megtelítődik a táblázatunk. 0,0, még kisebb lesz az áram. 0,06. Prima. Jó, 0,06. Jó, innentől kezdve pedig számológépet megint vegyünk elő. Már nem írták oda, hogy hogy számolunk ellenállás, de mindenki tudja, mit kell osztani. Feszültséget, áramerősséget. Feszültség mindig mennyi? 1,5. Tehát veszünk a számológépet, 1,5 osztva, 0,3-mal, 1,5 osztva 0,3-mal, pontosan 5. Úgy van. Vegyük a következő hányadost, 1,5 osztva 0,15-tel, ezt felül is megtalál. Következő 1,5 osztva 0,1-jel, pont jó, azt hittem kicsit kevesebb. De az pont jó. Aztán 0,8-századdal osztjuk az 1,5-öt. Tehát 1,5 osztva 0,5-öt. 18,75. Köszönöm. És az utolsó mérési adatunk pedig 6 századdal osztjuk. Az is pont jó lesz. Ez pont 25. Na, hát mit állapítunk meg? Most azt nézzük meg, hogy a vezeték hányszoros hosszúságú, és milyen lesz az ellenállása. Ha ez kétszeres érték, ez ennek is a kétszerese. Ennek ez háromszoros hossza, ez ennek pontosan a háromszorosa. Hát itt van egy kis differencia, valószínűleg itt a tizedes jegyekkel még pontosítani kéne a dolgot, de ha összehasonlítjuk az elsőhöz képest az ötszörös hossz, az pontosan a 25, az 5-nek ötszöröse. Tehát minél hosszabb a vezeték, annál nagyobb az ellenállása. Így van. És akkor egy utolsó grafikon készülne még itt az órákban. Ugyanezt kéne ábrázolnunk itt koordináta rendszerben. Annyira egyszerűbb a dolgunk, hogy már elkészítették a grafikon. A D hosszúságát jelölték itt a vízszintes tengelyen a vezetéknek, mégpedig a hosszúság az ilyen egységekben van, tehát egyszeres, kétszeres, háromszoros, négyszeres, ötszörös hossz, és az ellenállás pedig ugye 25 ohmig van éppen ábrázolva, a mértékegység teljesen rendben vannak, és akkor ugye a megfelelő színnel, hogy ábrázoljuk, itt nem lesz csak egy grafikon, tehát mondjuk elég sötét. Hát nyilván, ha nulla lenne a hosszúság, akkor mennyi a ellenállása? Nulla. Tehát akár azt a nullát is ábrázolhatjuk. Ehhez képest egyszeres hossznál volt 5, pontosan négyzetrácsokban, 2-nél 10, háromszoros hossznál 15, itt volt egy pici mérési hiba, ezt tegyük úgy, ahogy számoltunk. Négyszeres hossznál nem 20, hanem 18, hát ott egy picit alatta, hát egy leheletnyivel, és ugye ötszörös hossznál 25. Na de még ez a mérési hiba sem olyan óriási nagy hibát okoz, mert hogyha megrajzoljuk ezt a bizonyos pontokra illeszkedő egyenes, azért a grafikon is arról árulkodik mindenképpen, hogy egyenes arányosság van. Jó, nyilván lehetne a mérést ismételgetni olyan vezetékekkel esetleg, amelyek vékonyabbak, vastagabbak, nem érni dolómérővel a vastagságát, ebből keresztmetszetet számolni, és össze lehet hasonlítani, hogy a keresztmetszetünk milyen arányosság van, de elhiszik nekem, hogy teljesen hasonló azt is ugye lehetne igazolni, hogy ott viszont minél vékonyabb a vezeték annál nagyobb lesz ugye az ellenállás. Anyag minőség pedig még egyszer az attól függ, hogy milyen mikor készül az anyag, táblázatból lehetne egy úgynevezett hajlandos ellenállás értéke, amely alapján ez nyilván lehet következni arra, hogy az adott vezetés pontosan milyen ellenállású. Jó. Hát akkor itt is van még vagy három kérdés itt a végén, és akkor utána még egy-két gyakorlati alkalmazást mindenképpen szeretnék megjegyezni a csapat számára. Úgyhogy erre a kérdésekre még gyorsan válaszolnánk. Milyen arányosság van? Adott azonos keresztmetszetűt, azt nem változtatjuk, viszont azonos anyagú vezető hossza és ellenállása között. Nagyon egyszerű válasz. Egyenes arányosság a hossz és az
rendben, és között egy egyenes arányosság épp fel. Jó, gyorsan épp fel, tehát a válasz, egyenes arányosság. Tehát minél hosszabb a vezeték, annál nagyobb az ördlása. Jó, részhozalból veszünk egy 2, illetve egy 6 méter hosszú darabot. Mit mondhatunk az ő ellenállásukról? A 6 méteresnek pontosan 3-szor akkor az ellenállása, mint 2 méteresnek. Mert a hossza is 3-szoros. Tehát a ellenállása 3-szorosa lesz a 6 méteresnek. Jó, az utolsó kérdés pedig. Vasból készült egy húzat. Ennek 1 méteres darabjának ellenállása 0,1 ohm. Mekkora lesz a 25 cm-es darabjának az ellenállása? 0,4. Az a 4-szerese lenne ezek szerint, ugye? Ugye vigyázzunk, a mértékegységet először át kell váltanunk, ugye nem szabad elhamarkodni. 1 méteres vezeték, az ugye ilyen hosszú, 25 cm. Jaj, itt valamit okoztam. Nem tudom, hogy hogy, de ott valami bogyók felléptek. Nem, hogy ezt eltekintünk. Tehát 1 méteres darabjának az ellenállása 0,1 ohm. Ehhez képest a 25 cm-es darabjának az hanyad része az 1 méternek? Az a negyede. Nyilván az ellenállása is. Negyede. Mennyi lesz a 0,1-nek a negyede? 0,25 az a 2,5-szerese lenne neki, nem a negyede. Ez egy örök probléma, úgy látszik. 0,025. Annál jó lesz, így van. Jó, vigyázzunk, nem a 2,5-szeres, hanem a negyede. Itt egy nullával oda még meg kellett csinálni egyet. Úgy, mint amikor átváltottuk a milliampert amperre, ugye? És hogyha 60 milliamper, az nem 6 tized, még csak még egy tizedesen nyugodik. Jó. Na, hát akkor remélem, hogy sikerült valamit azért még jobban elmélyíteni a témában, és egy kis tapasztalatot szerezni. Zárásként itt az utolsó pár percben tennénk néhány gyakorlati alkalmazásról szót. Ugye azt mondtuk, hogy a vezetékeknek az ellenállása háromszorosról függ, hossz, keresztmetszet, illetve az anyag minőség. Viszont volt egy mérésünk még pedig az előző órák a végén, amikor azt a 47 ohmos ellenállást bekapcsoljuk a 6 voltos átfeszültségre, ott volt egy megnézésük, és mit mondtak? Leolvasom gyorsan rá a erősséget, hangsúlyozunk gyorsan, mert elkezdett csökkenni. És mondom, hogy mérési hiba, mi történik ott? És ahogy vártunk az időről, egyre elkezdett csökkenni az áramerősség. És azt mondták, hogy itt valami áramlás lehet van, mi történhetik? Majd volt ötlet, hogy esetleg az ellenállás elkezd növekedni, ugye? Ha növekszik az ellenállás, akkor az áramerősség csökken. Megbeszéltük. Tehát esetleg, amikor bekapcsoljuk az áramforrásunkat, gyorsan olvasjuk az áramerősséget, azt, hogy ábrázoltuk, az volt a helyes érték, nagyjából beillett a egyes arányosságba. Viszont, hogyha elég sokáig vártunk, akkor ott ilyen faks értékek adódtak. Ez ott tényleg rossz értékek, hogy mi volt a probléma? Hogy lehetséges az, mi történt az ellenállással, amikor elkezdett ott folyni az áram, és vártunk. Tettem említésük az óra elején valamiről, hogy nagyon vigyázni kell, elég nagy áramot folyik ebben a bizonyos vezetékben, és mire kell vigyázni? Nagyon-nagyon sok egy elég bekapcsolva ez a vezetéknek áram, mert esetleg megéged. Ugye tudjuk, hogy a vezetéket felmelegszenek, hogy elég, és akkor ugye el is hatnak. Fölvett a kezét, mint szeretett volna mondani. Hát, hogy mi a tartalmány? Ez igaz, kicsi hőtárulás is van. Igen. És akkor ez vagyunk kapcsolatban? Minden jobban. Attól minél kisebb lenne a tanulás, hogyha szélesebb, akkor vagyunk már átfélek a elektronokon. Azért ezt hangsúlyozni rá. Nem hallottam. Megmelegszik. Ez igaz, csak az elektromos szempontból most minket feltétlenül értek el. Ugye mi történik, ha felmelegszik egy fék darab? Mit tudunk akkor? Az anyagok alkotó részecskék, atomok ellen, stb. Az mit csinálnak? Ugye van egyféle hőmozgás. Ha magasabb a hőmérséklet, akkor gyorsabban mozog, érintetlen mozognak ezek az alkotó részek, ezek a molekulák, atomok, stb. Ionok. Na most gondoljuk már végig, az elektronok azok ugye negatív töltésű részecskék. Szegényeknek az a pozitív töltésű
magok között, át kell lavírozniuk. Most, hogy szépen le van nyugodva a pozitív töltések, nagyon szemletes a dolog, hogy jó, megtalálják tudnak. Azonban persze viszont rámutatok a pozitív töltések, egyre magasabb hőmérsékleten, könnyen vagy nehezebb adnak a termeknek tudnak. Másokban nehezebb, álló mozgásban vannak az atomok, hát ott meg kell találni a megfúrta, ki kell kerülni neki a pozitív töltés, hiszen a pozitív töltés elektron azt ugye taszítja, tehát neki ott el kell kerülnie. Na most ugye, amikor melegszik a hőmérséklet, akkor növekszik ez az intenzitás ennek a rezgésnek, egyre bonyolultabb, egyre nehezebb az elektron megtalálni megfelelő tudat a áram haladás irányába, és ezért az elektromos vezetéknek az ellenállása magasabb hőmérsékleten csökken, vagy növekszik, egyre nehezebben haladik az elektron, tehát egyre nagyobb lesz az elektromos ellenállás. Így van. Na, erre szeretnék egy pár példát hozni, hogy hol használják azt ki, hogy jó nagy ellenállás legyen a vezetéknek, minél hosszabb legyen, minél mélyebb legyen a keresztmetszet, az viszont minél kisebb, és hogy ezzel minél nagyobb hőtermelést érjünk el esetleg. Gyakorlatban esetleg hol veszik ennek a hasznát, ha valaki végigondolja az optikai eszközöket, amiket használunk, nagyon sok helyen ezt a tervet használják. Igen? Úgy van. Szeretnék innen puskázni is. Ugye még már készültem, és gondoltam, hogy ezt mondják, hogyha valaki megfigyeli a hajszálékot, körbe is adnám, még ezt nem figyelhet ezt meg. Ugye hátul megy motor, az ugye mágnesebben működik, előbb pedig ilyen fűtőszállat találunk, mert a fűtőszál nem más, mint egy drót darab, egy hosszú drót darab, azért hosszú, hogy jól legyen az ellenállása, és azért vékony, hogy szintén nagy legyen az ő ellenállása, és ez a drót darab, hogy ne legyen nagy helyt, ne foglaljon, és spirális formában körbe-körbe-körbe föl van erősítve ilyen szigetelő lábakra, és hogyha belevezetjük a nagy sebességre a meleget, tehát ideg levegőt hátulról, akkor előbb már meleg távozik, a nagy földön jól látadja a hőt, és akkor ugye a nagy földön is megszállítja. Mondjuk négy példát. Tehát hajszállítóval aztán. Hősugár, kiváló. Igen? Izzólámba. Ezt is hoztam. Jól van? Mindenki látott már izolálpát. Most már egyre kevesebbet használjuk, mert a hatások elég rossz, és elég sokat fogyaszt ahhoz képest, hogy mennyit világít. De azért én mindig el szoktam mondani a diákjainknak, hogy bár ezek a kompakt fénycsövek most már egy kevesebb közben nem ezik a ledekről, ezek nagyon jó, de én azt szoktam ajánlani, hogy inkább legyen a lakásban egy ilyen háttérvilágításnak a led, mert ez a kompakt fénycső a csillárban, amikor olvasunk, azért azt szoktuk, azért úgy gondoljuk fizikus tanárok, hogy azért az izolámpák mindig a legközelebb van a fénye a hagyományos napfényhez. Tehát este, hogyha olvasó lámpának használunk helyi megvilágítást, akkor azt én azt mondom, hogy ez egy 40-es lámpát csak nem lehet ezt kihozni. Nem beszélek arról, hogy ezek a modern fényforrások, ezek sokszor villogó fényt adnak, tehát a fénycsövek, azok másodpercenként, hogy változik a feszültség, elalszanak, meggyulladnak, és ugye ez nem esélyen tesz jót az ember szemét, hogy a monitor sem ugye egész nap azt nézni. Úgyhogy az izzó lámpával egy olyan fényforrást tudunk találni magunknak, ami bár sokat fogyaszt, nem olcsó a működtetése, de az egyből a izzó lámpa, ami a olvasást szolgálja, én azt mondom, azt azért megegyzőbetűt hozhatjuk. Nos, ha megnézzük ezt a vezetéket, lehet látni, nem egy szál vezeték, hanem egy ilyen spirális vezeték, amelynek a hossza lehet a leghosszabb, és nagyon vékony, hogy minden igencsak nagy nagyobb ellenása. Az anyaga pedig olyan, hogy hát ne olvasjon el ugye a vízmutása során, és ugye ezzel csinálunk fénykódnak. Amúgy mindenki tudja, hogy ugye Nóri Imre, magyar felmálló, az elektromos művekben, ugye ő több éves életet a vékony égőt, ugye nemes gázzal költötte meg, és akkor így nem ég el, mint a hagyományos Edison-féle szén szálas izzó. Aztán milyen gyakorlati alkalmazást tudunk még mondani, és még egyet-kettő gyorsan mondjuk. Igen? Olvadó biztosíték, kiváló példa. Tudjuk ugye, hogy van egy biztosíték, aki vékony szállat kihúzva, egy adott áramerősségén nagyobb folyik, ugyanaz történik vele, mint ez a mérberendezésre bekapcsolva hagyjuk. Jól fölízik az izzószál, és akkor elpattan ez elég a levegőbe, és megszakítja az áramot, tehát úgy megakadályozza, hogy víz történjen a tetőtérben, mondjuk a vezetékeknek. Aztán még egy-két példa. Igen? Az mágneses alkalom működik most már. Az olvadó biztosíték az ilyen vállalaton, tehát meleg-meleg és akkor elég. A modernek azok már mágneses alapon, és akkor vissza lehet kapcsolni. Az olvadó biztosítékot cserélni kell, elég el kell dobni, viszont ezek a modernek már föl lehet kapcsolni, és akkor
Mártással van kapcsolatban. Igen? Hallgatom. Kenyérpirító, tökéletes. Ott is a szájú fogok akarata, és hogy minél nagy felületen, minél hosszabb ez pedig legyen. Meg hát még számtalan tudom mondani, nem? Az általában, amikor ilyen hősugárzással alkalmazunk ezt a elektromos berendezést, meleget állítunk bele elő, lehet a szendvicsütő, de lehet az például, hogy valaki kerámiakos tűzhelye van, ugye bekapcsoljuk a villany tűzhelyet, és ugye át lehet látni azon a jelenlő lapon, akkor lehet látni, hogy nem egyszer vezeték egy körben, hanem általában minél cirkában is a úton, oda vissza, oda vissza, egy cikkakos úton, hogy ugye minél hosszabb a vezeték. Jó? Tehát elmondható, hogy nagyon sok esetben a vezeték hosszát kezdve úgy váltják meg, hogy az minél nagyobb legyen. Úgyhogy ezt is használják. Így van. Egy gyakorlati kérdést szeretnék feltenni önöknek. Azután, hogy ezt a mai órát végigvittük, szerintem meg fogják tudni válaszolni. Megsítsük a következő problémát. Egyik faluból a másik faluba megy egy távolsági kábel. Nagyon sokszor előfordul, hallják egy 10 évvel rádióban, hogy amikor vihar van, kidőd egy fa, vagy éppen beállszik a vezeték, akkor ugye megszűnik az áramszolgáltatás egy adott községben, mert a vezetékek összeérnek valahol, zárhatósak, automatika lekapcsol, és amíg a problémát ki nem javítják, addig bizony áramszolgáltatás abban a faluban nincs is, hogy hűtőszekrény, televízió, stb. Semmi nem működik. Tehát nyilván mindig előbb lehet kijavítani a problémát. Hogy keresik meg ezt a problémát, hogy hol van, ahol mondjuk a két vezeték összeérnek? Mondjuk a lányom ötletet, hogy egyik falu az itt van, a másik falu meg tőle 5 kilométerre a másik szélén, jön az egyik szálvezeték, és mellette a másik szálvezeték, hiszen az áramkörhöz két szálvezetéket oda kell vinni a faluba, és tegyük fel, hogy itt a valami középső oszlopnál valahol két vezeték összeért, mert mondjuk ráesett egy laj, az elszakította a vezetéket, és összenyomta a két vezetéket, és zárlat keletkezett. Hát ugye nyilván hosszadalmas munka, és szeretnék minél előbb befejezni a javítást, ezért valami ügyes módszert mondjanak meg nekem arra, megállítsák, hogy ez az 5 km-es szakaszon, körülbelül 2 km-re lesz a probléma. Ezt így hogy lehet kitalálni valami eszközzel, vagy kitalálni dolgot? Valami módszer, mondja már nekem, hogy hogy lehet megállítani azt, hogy hol lesz a probléma, a hibás helye, ahol összeérték. Igen? Igen? Megnézik, hogy arra lehet, hogy igen, az végén meg az összes oszlopon. Egyik, itt szembe nézni, itt jó, ott jó, ott jó, na mint a hiba. Ez elég nehéz megtalálni, egyszerűen ügyesebben valahogy gyorsabban. Úgy van, az egyik zsinór végén oda megyünk, és ide fogunk, és kapcsolunk egy ellenállás kérő berendezést ide. Jó, egy omega ellenállás kérés végzünk. Mi állapítunk meg az ellenállás értékéről? Minél nagyobb, annál hosszabb a vezeték, ahol a hiba történik, mert mi történik? Ugye jön a vezetéken az áram, itt van az áram, akkor így átmegy az áram az egyik vezetékről a másikra, és a másik vezetéken vissza. Most, hogyha minél messzebb van az a csatlakozási ponttól összeér a két vezeték, annál hosszabb szakaszát bekapcsolva, minél messzebb van, annál hosszabb szakaszat bekapcsolva a vezetéknek, vagyis ennek a vezeték szakasznak így körbe, annál nagyobb lesz a ellenállása. Nyilván ismerik a telefon kábelesek, amit az áram kábelesek, hogy annak a vezetéknek mind a kiba húzva, mindenki megy a fajlagos ellenállása, ismerik a keresztmetszetét, és akkor ebből vissza tudják számolni, hogy pontosan milyen hosszúság az a vezeték szakasz, amely éppen most válaszban van, és ebből vissza számolni meg, hogy hol van a hiba. És oda kell menni, megnézni, tényleg ott a probléma. És akkor minél előbb, minél gyorsabban az adott problémát ki tudják javítani, nyilván fölmegy az oszlopra, terrorokra, stb. És akkor rövidesen lesz áramszolgáltatás a faluban. Na, hát akkor zárásként egy utolsó kísérletet zárnánk. Ugye megnéztük, hogy azok a bizonyos ellenállások ténylegesen ugye megvannak megfelelő értékek. Mi úgy mértük itt a második körben, hogy az ellenállás húzalnak mennyi az ellenállása? 5, mindig 5-tel növekszik. Hogy zárásként még azt előzném le, hogy szétfuzigáljuk a vezetékeket, és megmérjük a vezeték szakaszoknak az ellenállását a cikzakvonalban. És tényleg győződjünk már meg róla, hogyha ellenállásra mérésre kapcsoljuk ugye a berendezésünket, tápegységre most nem lesz szükség, csak két szálvezetékre, az egyiket bedobjuk a fekete csatlakozóba, a feszültségmérő, illetve a ellenállás mérő berendezésünk most már,
illetve megadjuk ugye az omega jelzési lyukban, vagyis a ellenásmérő csatlakozáshoz kontrolláljuk azt. A piros gola az alsó, ugye? A jobb alsó csatlakozóban. A másik két végét a vezetékben pedig csatlakoztassuk ide és ide, utána ide és ide, ide és ide, és akkor azt kéne tapasztalunk, hogy 5, 10, 15, 20, 15, 25. Esetleg lehet nézni, hogy az a barna szakasz, ahol már megérett a vezeték, na az már nem ötlön. Azért hagyjuk azt ki, mert ott valami hiba van, ott már megérett a vezeték. Sikerül ellenőrizni a tapasztalatainkat. Jövőre esetleg mindegy többet találkozni itt az iskolában. Szia!